Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A törvényjavaslat általános vitáján részletesen kifejtettem a Mi Hazánk mozgalom aggályait, azonban kiemelném ismét azt, hogy beszédesek az NMHH havai média statisztikái, melyekből kiderül, hogy a Mi Hazánkat, illetve és témáinkat is milyen durva mértékben hallgatják el a különböző médiumok. A cenzúra és az elhallgattatás jelen van a fősodratú médiákban, a médiahatóság által egyelőre sajnos nem vizsgált közösségi oldalakon, például a Facebookon, és most már a parlamentben is. Az országház épületében, illetve irodaházaiban is teljesen elérhetetlenné tette, letiltotta a házelnök úr a legolvasottabb jobboldali hírportált, a Korocinfót. Tette mindezt önhatalmúan bírósági hatósági döntés nélkül, míg a külföldről pénzelt balliberális ügynökmédiumokkal nincs baj. Csak a legolvasottabb jobboldali hírportált tiltotta le az országgyűlés elnöke. Én elhiszem, és meg is értem, hogy az értelmes és hiteles ellenzék fáj a Fidesz kormányzatnak, de a Mi Hazánk mozgalom elhallgatása minden területen, amiben még a magyar parlament is az élen jár, minősíthetetlenül sérti a szabad véleménynyilvánítás és információs szabadságot hazánkban. Torockai László is hiába kérte levélben a Kurucinfo blokkolásának feloldását a házelnöktől, Kövér László válaszra sem méltatta, frakcióvezetőnket arra sem válaszolt, hogy más, akár ügynökgyanús külföldi pénzekből működtetett Magyarországot lejárató oldalakat, mint például a lakmusz.hu-t, vagy szélső baloldali például Antifa oldalakat miért nem tiltotta le. Tehát, tisztelt képviselőtársaim, itt a parlamentben és a média hatóságnak is volna még feladata bőven a kiegyensúlyozott tájékoztatás média törvényben rögzített alapelvének érvényesítése tekintetében. Én ezt szeretném, és erre szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársak és az országgyűlés figyelmét. Köszönöm szépen!